egyszer le, egyszer föl. Jó? Aha, körbe. Egészen pici öltésekkel, ne nagyokat, mert akkor nem beszél. Húsvét közelettével az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete és a Hunyadi János Általános Iskola közös szervezésében az alsó tagozatosoknak nyuszi készítő délután tartottak az iskolában. Az ehhez hasonló program már hagyományosnak mondható az iskola falain belül. Húsvét előtt és karácsony előtt rendszeresen tartunk kézműves foglalkozást. A mai egy kicsit annyiban izgalmasabb, hogy alsósokhoz jöttünk, eddig a felsősöknek tartottunk. De hát örülünk neki, két-tel ember vagyunk, hogy mindenkivel tudjunk rendesen foglalkozni. És hát az az igazság, hogy jobb minél előbb elkezdeni, a gyerekek is ügyesebbek lesznek. És hát amint látható, aki általában úgy ültettük őket, hogy aki nem tud tűbe fűzni például, a másik tudjon segíteni. Tehát ez valahol itt kezdődik ebbe a kicsi korban, hogy megtanulnak egymásnak segíteni, egymásra figyelni. És hát, hogy ott hol végződik, a gimnáziumi foglalkozásokat tudnám még megemlíteni, ahol már abszolút természetes, hogy a gyerekek ott már mondani se kell, mert figyelnek egymásra, segítenek egymásnak. Ott már kialakult egy közösség, itt még csak most kezdünk ővelük, tehát bízom benne, hogy az évek során szintén ez egy kis közösséggé fog kovácsolódni, akik ilyen kézműves dolgokat csinálnak. Ennek számtalan előnye van, hát az, hogy ügyesednek, az, hogy segítik egymást, hogy odafigyelnek egymásra. Ezen kívül az, hogy és ez a gimnáziumban tükröződött nagyon jól, az, hogy a kreativitásuk, a probléma megoldó képességük. Ezzel fejlődik, mert ugye nem tudunk egyből ott lenni mindenki mellett, és már a nagyok megnézik a mintadarabot, és önállóan elkezdik, mielőtt mi bármilyen útmutatást adnánk. És ott látszik, hogy elég sok úton lehet eljutni végül is a célhoz. Tehát ők már megtalálják azt, hogy ezt ide akarok jutni, ezt akarom csinálni, és több út vezet oda. És hát ez az életben is bizony így van, és ezt azért jó, hogyha megtanulják. Igen, látható, hogy itt alsóban ezért sokan még csak barátkoznak a cérna befűzésével. Mi mindent lehet készíteni a mai napon? Hát a mai nap a nyuszival készültünk, csak egyféle foglalkozást tartunk, mert hát ez a vallás ez egy kicsit tovább fog tartani. A többi már könnyebb lesz, csak ez az első lépés az, ami kicsit nehezebb. Utána kitömjük a testet, fejet ragasztunk, fület, farkat, kezet, lábat. Ezeket elő vannak készítve, így ilyen lapokon vannak. Tehát ezt így készítettük elő, hogy lehetőleg egyszerűbben menjen a dolog. Ez lesz az első, hogy ezt körbefércejük, aki nem tud, annak segítünk természetesen. Nyuszit fogunk készíteni. És miből fogjátok? Hát ilyen virág, meg ilyen fül, meg fej, meg ilyen... ez lesz az majd a teste. És kinek készíted? Hát a papámnak. Szoktad várni a locsolókat? Igen, szoktam. És hogyan készülsz, hogyan várod őket? Hát felkelek, felöltözöm szépen, és otthon várom őket. Így húsvét közelettével milyen programok vannak itt az iskolában, hogyan készülnek erre az ünnepre? Iskolánkban az alsó tagozaton már hagyomány évek óta a nyuszi járás. Az idei évben a harmadik évfolyamnak ez témahét is. A gyerekek egész héten már ezzel a témakörrel foglalkoznak. Verseket tanulnak, történeteket olvasnak, felkészülnek a húsvéti hagyományokból, illetve rajzórákon, technikaórákon is hasonló tárgyakat, rajzokat készítenek. A zárása ennek a nyuszi hétnek tulajdonképpen a diák önkormányzatunkkal közösen történik, amikor is az utolsó napon, ami a holnapi nap lesz, a negyedik osztályos tanulóink körbejárják az alsó és felső tagozat osztályait, kis versekkel, átköltött mondókákkal köszöntik a gyerekeket, illetve egy kis tojással ajándékozzák meg őket a húsvét közelettével. Illetve az alsó tagozat épületében kézműves foglalkozásokat tartunk, ahol
tulajdonképpen ilyen kis nyuszivá varázsoljuk a tanulóinkat, kis arcfestéssel nyuszifüleket készítenek, és ezáltal készülünk így a húsvétra közösen. Látom, hogy azért a cérna befűzésével van még némi kis gond. Szoktál otthon varni? Én szoktam. És miket varsz? Hát így ilyen régi ruhadarakban ilyen formákat szoktam. És húsvétre hogyan szoktatok otthon készülni? Hát általában tojást szoktunk festeni, de most vettünk ilyen tojásformájú, amiben is sütit lehet sütni. Most olyanok azt. És várod a locsolókat? Igen. És hogyan szoktad várni őket? Mit szoktál adni nekik a locsolásért cserébe? Hát tojást. Milyen az Alkotók Dunaharaszti Egyesületével a kapcsolat az iskolának? Nagyon jó az iskolánknak az a kapcsolata, együttműködése. Legutoljára november hónapban jártak itt nálunk, és akkor lámpásokat készítettek a gyerekek, és ezután a húsvéti program után érkeznek majd anyák napjára is, akkor is szeretettel várjuk őket, úgyhogy rendszeres az együttműködés, és mint látható, nagyon sok gyereket be is vonnak ebbe a tevékenységbe, nagyon hatékonyak. A kézműves foglalkozásokat a gyerekek azért szeretik, mert itt ugye manuálisan ők maguk teremtik meg, alkotják meg a produktumokat, és hát nagyon élvezik ezt, úgyhogy így a délutáni időt jól ki tudják tölteni. A program olyan népszerű volt, hogy két teremben egyszerre volt foglalkozás közel 40 diákkal.